A radanováci hívők lelkében az évek alatt sem aludt ki a reménylángja. Továbbra is töretlenül hisznek abban, hogy Radanovácon templom lesz. A szentmisén az imaház zsúfolásig megtelt hívekkel. A radanováciak fontosnak tartják a templom felépítését. Én régóta itt vagyok, óhajom is volt. Míg fiatalabb voltam, akkor könnyebben eljöttem. De most már messze van, és hát az, hogy jobban az emberek higgyenek a szeretetben, a békességben és az összetartásban. Leiszt József plébános a szentmiséjén elmondta. Az imaház nem méltó Istenhez és a radanováci lakosokhoz sem. Ez már nem korszerű, és már időt múltam. Szükség van valamire, ami mást mutat. Más embert, más hitet, és ugyanakkor egy örömet is. Maglai Jenő, a VMS szabadkai listavezetője, a misét követően elmondta. A radanováci templom elengedhetetlen ahhoz, hogy a hívők a lelki életüket egy magasabb szintre emeljék. Radanovác egy nagy településé kezd válni, másosorban egy perspektív településé kezd válni, és minden településnek azért meg kellene, hogy legyen a saját egyházközösség, a saját templom, ahol el tudnak járni az emberek, és egy lelki gyakorlatot tudnak elvégezni. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta. A hívek számára egy egyszerű vasárnapi délutáni mise során is szűkösnek bizonyult az imaház. Személy szerint, ami Vajdasági Magyar Szövetséget illeti, egészen biztos, hogy ennek a templomnak az építését is teljes erőből fogjuk támogatni, mint ahogy azt tettük a több templom esetében, ami épült, illetve ami felújult az elmúlt években. Pásztor István és Maglai Jenő ajándékkal lepték meg a radanováci gyermekeket a misét követően.